Szeretettel köszöntök mindenkit a Filmklubban pünköst vasárnapján. Shoeshine.hu fiatal filmes csapata évről évre készít olyan dokumentumfilmeket, amelyeknek az a célja, hogy egy kicsit közelebb hozzák a mai fiatalokhoz a keresztény egyházat. Több ilyen filmet is készítettek már, most egy igazán kemény fába vágták a fejszélyüket. Két budapesti fiatalt, egy fiút és egy lányt, akik szabad szellemben szókimondóan élik az életüket, beköltöztettek egy kolostorba. Szerzetesnek álltam, ez a címe mai filmünknek, melyet Pasik Ádám producerrel, Boldvai Bertalan Perjellel, valamint Major Péterrel a film projektvezetőjével nézünk meg együtt. Ádám, hogyan indult a film? Honnan találtátok meg a szereplőket? Már évek óta gondolkodtunk ezen az ötleten, már évek óta formálódott alkotói közösségünkben, hogy kellene valami hasonlót művelni. Később aztán rá is jöttünk, hogy nemzetközi szinten voltak hasonló próbálkozások, de ilyen még nem. A korábbi években is, illetve az elmúlt év néhány projektjét tekintve olyan témákat szerettünk volna elővenni, amelyek nem klasszikusan a keresztény szubkultúrát vesézik. Nem arról szólnak, hogy mi keresztények, hívők, hogyan működünk jól, hogyan érezzük magunkat jól, hogyan élünk keresztényként jól, hanem hogy amit egy kicsit Ferenc pápa is próbál egyre jobban hozni a katolikus egyházban, hogy nyissunk, tehát hogy őszintén személyesre véve a kérdést, engem rendkívül érdekel az, hogyha az evangélium tanítása az, hogy Krisztusban mindnyájan testvérek vagyunk, hogy valahogy Isten mindenkiben ott van, akkor nagyon-nagyon tisztán és explicit módon kézzelfoghatónak kell lennie az Istennek mindenkiben, főleg a keresztény szubkultúrán kívül. És minket ez nagyon-nagyon érdekelt, hogy egyrészt, hogy találkoztassunk két olyan kulturális közeget, akik a való életben nem találkoznának, másrészt pedig, hogy keressük mindenkiben valahol ezt az isteni lenyomatot, hogyha lehetek ennyire ilyen transzcendens rögtön az elején, bocsánat ezért. Ez nem nyugodtan, add meg az alaphangnemet. De frankon, tehát, hogy bennünket elképesztően érdekel ez, és valahol ez mozgatott. A filmben vannak is egyébként erre utaló jelek, hogy azért vannak itt nevezők. Péter, mesélj egy picit erről a két fiatalról, ugye alapvetően tényleg nagyon más közegből érkezik ez a fiú és a lány, mint természetesen a rend lakói. Hogyan sikerült őket megtalálnátok? Milyen casting alapján választottátok ezt a két szereplőt? Hát az első körben úgy jött az ő kiválogatásuk, hogy a rendezőnek a felesége, ő egy ilyen szociális klubba dolgozik Újpesten, aki az ilyen utcagyerekekkel foglalkozik. Ő mondta, hogy van nagyon sok féle típusú gyermek, bármilyen típusú emberke ott, akit megfordul ebbe a klubba, viszont nálunk a kiválogatásnál fontos szempont volt az, hogy olyan embereket keresünk, akik valamilyen szinten tulajdonképpen ki tudják fejezni az érzelmeiket, ki tudják fejezni azt, hogy mi az, ami bennük van. Tehát, hogy őszinték. Igen, nem csak az, hogy őszinték, mert azért nagyon sokszor belefutunk ebbe, meg amúgy, ha találkozunk ezzel a közeggel, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy amúgy ezek a gyerekek nem tudják elmondani, hogy mi van bennük. Van bennük egy alapvető lázadás, egy alapvető elutasítás a világ iránt, de nem tudják kifejezni, mi az. Mi azért olyanokat kerestünk, akik meg tudják fogalmazni, mi az, ami bennük van. Hát ez a két fiatal meg tudja fogalmazni, azt hiszem. Bertalan, mesélj egy picit erről a valóságshowról, mert ez egy kicsit olyan, mint egy valóságshow a ti viszonylag zárt közösségetekbe, amiről majd beszélünk, hogy mennyire zárt és mennyire nem, megérkezett két vadidegen. Milyen volt az első találkozás, az élmény? Igen, hát bevallom őszintén, egy kicsit mi is izgultunk, hogy mi is lesz ebből, mert az a kép lebegett előttünk, hogy hát az ember nem sokszor enged be szívesen embereket mondjuk a saját nappaliába, csak úgy, hogy fölvegyenek mindent, ami történik. Tehát volt bennünk egy ilyen kicsi izgalom, hogy mi lesz ebből, meg jól fog ez elsülni. Én így utólag azt mondhatom, azért hála az énnek elég jól sült el. De talán azt is elmondhatom, hogy nagy szeretettel vártuk őket. Tehát szinte semmit nem tudtunk róluk a nevükön kívül. Azt tudtuk, hogy fogunk jönni két fiatal, akik itt lesznek velünk 4-5 napon keresztül. Bevallom őszintén, nem is nagyon kérdezgettük, hogy milyen háttérből jönnek, honnan jöttek. Legyen meglepetés. Pontosan, meg talán akkor így tudtunk, hogy mondjam, kevésbé előítéletekkel hozzáállni
hogy most akkor ők kicsodák, honnan jönnek, micsoda, és hogy mondjam, azokért szeretni őket, akik ők. Illetve, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, nagyon fontos még az előző kérdés az, hogy tulajdonképpen mi a csornai szerzetesi közösséghez és a fiatalokhoz is csupán egy meghívást tettünk, egy meghívást dobtunk be, hogy gyertek, legyünk együtt, nyitottan, de még véletlenül se változtassunk semmit a saját identitásunkon, a két csoport, se a srácok, se a szerzetesek, ne változzon semmi a szokásokból, egyszerűen csak legyenek együtt nyitottsággal. Ütközzenek az emberek és a kultúra. Hiszel? Persze. Mondd ki, hogy hiszek. Volt már rajtad ilyen? Nem. Esküszöm, jó. Tényleg jó. Ez talán tényleg minden korban így volt, hogy egy adott nyelven keresztül lehet kapcsolatba kerülni az Istennel, de hogy nekünk elsősorban azt hiszem nem az a feladatunk, hogy lebutítsuk ezt a nyelvet, hanem hogy segítsünk neki kicsit megtanulni, hogy felfedezzék mondjuk ennek a nyelvnek a szépségét vagy a teljességét. És ez most miért fontos? Hát meg fontos, meg hát fontos, hát nyilván azért kérdem, mert fontos. Szerelmes voltál? Sokszor! Remélem, hogy már nem leszek. Minél hamarabb kihúzzuk ezeket a gazokat, bűnöket, annál boldogabb ember lesz. Nem cserélünk helyet, mert így bírnák rá. Mert valaki ez a finoman beszél. Jaj, bocsánat. Mit láttatok, hogy ebben a két fiatalban mi történt ez alatt a forgatás alatt? Ugye a film azért eléggé, hogy is mondjam, nyomon követi azokat az eseményeket, amik velük történtek. Mondjuk akár spirituális szemszögből, ahogy egy pap látja a híveit, mi történt velük? Hát az semmiképpen nem vártuk, hogy most itt hatalmas nagy megtérés történetek lesznek a végére, onnantól fogva napi templomba járók lesznek, ezzel nem számoltunk. Amit viszont láttunk, és ennek én személy szerint nagyon örültem, hogy talán így mondanám, hogy elkezdtek kérdéseket föltenni maguknak, és talán kialakult bennük egy nagyobb nyitottság. A filmben hallhattuk azt, hogy talán pont a Zsolti mondta, hogy ezután, a pár nap után talán kicsit könnyebben fog odalépni egy paphoz, mert látja azt, hogy hát milyenek a papok, egy pappal is szóba lehet állni, oda lehet hozzá menni az embernek a kérdésével. Tehát én azt láttam, hogy talán ez a fajta nyitottság egy kicsit nagyobb lett bennük. És nyilván azáltal, hogy mondjuk mi felénk, akár papok felé, vagy az egyház felé, én azért azt hiszem, hogy az Isten felé is. Vagy én azt láttam bennük, hogy talán ez alatt a pár nap alatt nem csak hozzánk a papokhoz, hanem hát jó esetben az Istenhez is közelebb kerültek, ami végül is talán ennél többet azt hiszem mi nem is várhatunk, vagy nem is szeretnénk. Milyen embereket ismertél meg bennük? Milyen karaktereket ismertél meg? A filmben kiderül, hogy ők hogyan találták meg a helyüket. Neked mi volt a benyomásod velük kapcsolatban? Igen. Hát a Zsolti, ő egy végtelen nyitott figura, meg tényleg ami a szívén, az a száján. És ebből azért nagyon sok, hát ahogy lehetett látni a filmben is, elég sok mókás dolog is született, meg tényleg, na tehát egy nagyon őszinte embert ismertem meg benne, és ez úgy jó volt. A Tamiban, a Tamarában, ő benne azt mondhatnám, hogy egy nagyon kedves lányt, aki ugye azért érdeklődő, meg nagyon nyitott ezekre a dolgokra, de talán egy picit visszahúzódóbb, mint a Zsolti. Tehát a Zsolti jön bele a közepébe, ami éppen van, ami őt érdekli, vagy ami neki tetszik, ami nem tetszik, azt ahogy jön, azt mondja. A Tami, ő sokkal inkább azt mondhatnám, hogy ő tapogatózik, vagy úgy olyan kedvesebben viszonyult mindenhez, de én azt láttam, hogy benne is volt egy nagyon nagy nyitottság ebbe az irányba, és talán a filmben az pont a Taminál látszott, az egyik talán legszebb jelenet a filmben, amikor van az esküvő, és ugye ő az, aki meghúzza a csengőt a minisztrálásnál, mert egyébként ugye a Zsolti jelenet minisztrác. Minisztrác, igen. És hogy akkor ott látszik, hogy azért neki is a szemébe ott csillognak a könnyek, hogy valami azért őt is megérintette ebből az egészből. Péter, a projekt során mi volt a meséltél a kiválasztásról, hogy két olyan fiatal találni, akik viszonylag távol állnak ettől a közektől. A forgatás alatt és most a filmet nézve, hogy látod, jó volt a casting ilyen szempontból? Meg tudtátok mutatni ezt a nagy különbséget, a találkozás pillanatait? Ezt szerintem leginkább a nézők tudják eldönteni, de mi leginkább
de mi nagyon elégedettek voltunk magunkkal, ha lehetek ilyen nagyképű. Nyugodtan az esetben. Tehát, hogy mi azt éreztük, hogy tök jól működött ez a rendszer, amit létrehoztunk, amit kitaláltunk, hogy elején nyilván volt bennünk félelem, mert egy teljesen életszerűtlen dolgot hoztunk létre, és aztán azt a csodát láttuk, hogy ez működik, és életszerűvé válik. Tehát, hogy nekünk ez nagyon kellemes csalódás volt. Ádám, a forgatás maga hogy nézett ki? Azt mondta Bertalan, hogy 4-5 napra érkeztek a fiatalok. Picit mesélj a kulisszatitkokról, az előzetes szervezés mennyi munkát igényelt, akár leegyeztetni a renddel azt, hogy na jó, hát akkor most jön egy fiú meg egy lány hozzátok, és utána a forgatásról is mesél néhány szót, léci. Nagyjából fél évig készítettük elő ezt a projektet, az egész forgatást. Többször találkoztunk a szerzetes közösség tagjaival. Rendkívül inspiráló volt, amikor először találkoztunk Márton Apát úrral, akiben egy fantasztikus karaktert ismertünk meg. És kiválóan tud tyúkot felfejezni. És nagyon-nagyon jó élmény volt számunkra, hogy annak fontossága, hogy az egyház minél jobban nyisson a szubkultúrán kívülre, hogy ez benne is egy nagyon-nagyon fontos érzés és pont volt, és erről nagyon sokat beszélgettünk, és ez nagyon megerősített bennünket. Nyilván voltak nehézségek és félelmek az előkészítés során. Mitől féltetek a leginkább, vagy mi volt ez a része a találkozásnak, ami a leginkább? Én személy szerint talán attól féltem a leginkább, hogy működjön az a struktúra, amit viszünk. Vagy hogyha nem is működik, akkor tudjunk jól rögtönözni, tudjunk jól reagálni. Picit mesélj erről a struktúrán, hogy maga a forgatás az hogyan nézett ki? Tehát tényleg úgy, mint egy valóságsó, hogy bemegy a két fiatal, ajtó becsuk, kamerák felszerelve, és akkor kukucskálunk, vagy azért voltak irányítva a helyzetek? Tehát azt leszámítva, hogy mi nem a falra telepítettük a kamerákat, hanem élő operatőrök rohangáltak a srácok és a szereplők között, azt leszámítva minden ugyanúgy nézett ki, igen, föl volt portozva mindenki. Elindítottuk őket egy irányba a forgatás kezdetén, megnyomtuk a felvevő gombot a kamerákon, és elindult a történet, és hagytuk, hogy minden folyjon a maga kerékvágásában. Nyilván nagyon sok minden változás volt ahhoz képest, amit mi egyébként elterveztünk, de Péterre visszacsatolva, én azt gondolom, hogy sikerült ezért jól lereagálni ezeket a helyzeteket, ami teljesen random és váratlanul érkezett hozzánk. És tulajdonképpen egy idő után meg is szokták azért a szereplőink azt a légkört, azt a kamerát, azt a fókuszt, amit mi ott rájuk nehezítettünk, vagy rájuk terheltünk, és elkezdtek élni. És akkor igazából születtek a jelenetek egymás után, és mi tényleg abban, tehát a forgatási elemek gyártás során mi nem rendeztünk semmit azokban a szituációkban, amik láthatóak a filmben. Péter, mik voltak a emlékezetesebb pillanatok a filmforgatása szempontjából, akár itt a buktatókra, vagy a kritikus helyzetekre gondolva, akár a sikeres szituációkra? Hát erről nagyon sokat tudnék beszélni, szerintem nem lenne elég ez a film. Figyelj, másfél-két órát szerintem van, a nézők felmaradnak vasárnap este. Hát minden ott kezdődött, hogy már az elején, tehát hogy a forgatás előtti nap, Zsolti elbizonytalanodott, fogalmazunk így, és kezdett pánikba esni. Igen, kezdett pánikba esni, és az első este, a forgatás előtti estén ő üzent nekem Messengeren, hogy nem jön. Az jó. Jól indult akkor. Ez ilyen este 11 körül lehetett. Mit lehet ilyenkor csinálni? A legjobb időpontban, igen, próbáltam elérni, nem sikerült, aztán másnap, tehát hogy mi nem árulunk egy titkot, vagy elárulom ezt a titkot, mi úgy indultunk el Ádám barátommal forgatni, hogy mi lemondjuk. Aha. Mert hogy lementek csornára, és igen, azt mondjátok. Tamara lejött volna, de úgy éreztük, hogy egy emberrel sajnos nem tudjuk megcsinálni. És akkor ez volt az első. Aztán nagy nehezen elértük Zsoltit, és ő akkor mégis mondta, hogy jó, bocs, izé, volt neki egy ilyen kis bizonytalanság, alkotói válság. Igen, aggódás. És ez még akkor este, vagy másnap reggel? Ez másnap délben. És akkor mégiscsak lejönnek estére. És akkor végül is elindult a projekt. Aztán még voltak ilyen nagyobb kilengések, hogy... Közben? Igen, igen. Olyan kilengések, hogy olyan szabad időre volt szükségük, amikre nyilván mi nem terveztünk be. Esténként szerettek volna elmenni. Kimenni a kolostorból. Nem volt zárt, tehát hogy mondtuk nekik, hogy nyugodtan kimehetnek. Illetve volt egy külön igénye Zsoltinak, hogy például ők szeretett volna elmenni kaszinózni. Hát ez nagyon nehéz lett megoldani. Csonnál nincsen kaszinó. A rendházban is. Tehát magyarán ezt a bezártságot ő lehet, hogy nem annyira viselte. Ezt láttad egyébként rajtuk, hogy ez egy nagy kihívás számukra? Aha. Hát én azt láttam, hogy elég sokat tartózkodtak mondjuk innen az udvaron. Akár ugye, talán lehet mondani, akár cigarettázva, vagy ilyesmi, tehát azért azt lehetett látni, hogy egy ilyen szintű szabadságra nyilván azért igényük volt. De én azt mondanám, hogy így a
tehát ott az események közben én nem éreztem azt, hogy ebből mindenáron szabadulni akarna. Tehát, hogy olyankor már úgy volt, hogy valami történt, tehát akár kint ugye Dörben az állatok között, vagy akár, hogyha valami olyan tevékenység volt, akkor közben ezt már nem lehetett érezni. Amit én láttam, hogy talán így az üres járatok voltak azok, amikor így, hát nem mondom, hogy pánikba esett, de most hirtelen nem tudta, hogy mit kezdje magával. És akkor mit csinál egyébként egy producer? Meg egyébként, bocsánat, tehát rengetegszer kérdezték az előkészítési folyamat meg a casting után, hogy mit esznek a szerzetek? Tehát, hogy van ott rendes kaja? Tehát, hogy lehet ott fürdeni? Meg, hogy így, gondolom kenyeret és vízet, hogy mit esznek be? Gyökereket és bogyókat. Tényleg? Vigyünk egy kis kolbászt, valamit, tehát Zsoláéknak ilyen kérdéseik voltak hozzánk, de amikor megérkeztek... Ezek teljesen jogos félelmek, tehát én is azt mondanám, hogy milyen diétára számíthatok. Egyébként mennyire szigorú nálatok mondjuk az étkezés része a szerzetesi életeteknek, mennyire vannak megkötések? Húst esztek? Aha. Igen. Hát most így a tyúkot az biztos. igen, hát ilyenkor hogyha Márton, ha nem tudott eljönni, Márton apát úr, őt idézném, hogy hát mi úgy vagyunk ezzel, hogy ugye nappal védrasztunk és éjjel böjtölünk, de nem az, hogy vannak tényleg böjti időszakja. Ezt hiszem, hogy vállalható. Akkor mégis nem, hogy én is tehetnék szerzetes. Nem, tehát azért, hogy mondjam, amik nyilván vannak ilyen fix pontok, tehát például ilyen, hogy péntekenként nem eszünk húst, általában szerdánként sem eszünk húst, vagy a nagybőtnek az utolsó hetében, akkor egyáltalán nem eszünk húst, meg vannak ilyen kiemelt ünnepek előtti, akár bőti időszakok, de olyan nem étkezünk nagyon máshogy, mint mondjuk egy normális ember. Egy picit, hogy segítsünk a nézőknek, meg nekem is, aki nem ismeri annyi a rendeteket, meséld el, hogy mi a ti rendeteknek a sajátossága, milyenek vagytok ti premontreiek. Igen. Hát sokat lehetne erről mesélni. Hogy mi az, amiben talán kicsit különbözünk a többi rendtől, tehát pár ilyen infóval vagy pár ilyen infót fölvillantanék. Hát a premontrei rendet az 1120-ban alapította Szent Norbert, és neki az álma vagy az elgondolása az volt, hogy egy olyan szerzetesi közösséget hozzon létre, ami nem zárkózik be a kolostornak vagy a rendháznak a falai közé, hanem megvan egy ilyen intenzív közösség élet, tehát közös imádság, közös étkezés, ezek a közös szerzetesi gyakorlatok. De ugyanakkor a munka az nem az arra a korszakra jellemző szerzetesi munka, tehát akár ezek a klasszikus kódexmásolás, földművelés, hanem inkább a lelkipásztori munka, tehát kimenni az emberek közé. Tehát nekünk premontreitnek végül is ez a kettősség, ami jellemzi az életünket. Tehát erre szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen szempontból egy nagyon jézusi életforma, hiszen Jézusnak az életében ugyanezt látjuk, hogy van, amikor embereket gyógyít, tanít, prédikál, akkor vagy akár közösen étkezik az emberekkel, akár esküvőn ott van kánai mennyegző, de vannak olyan időszakok, amikor egyedül elvonul imádkozni, vagy kicsit visszavonul, vagy csak az apostolokat tanítja. És nekünk premontreieknek kicsit ez a jézusi életforma az, ami az eszményképünk, mert hát ezt szerint próbálunk élni. Ugye ezt lehetett látni, hogy a fiataloknak azokba a tevékenységbe belecsatlakozni, amit mondjuk egyébként ők is művelnek, hogy beszélgetés, evés, azok talán a konfliktus nélküli területek voltak, de voltak olyan részek, amelyek talán őket is meglepték, hogy nem biztos, hogy arra gondoltak, hogy egy szerzett esetben például tyúkot kell lefejezni. Hogy látjátok, Péter, egyébként, hogy mennyire ütötték meg őket ezek a váratlan helyzetek? Én azt láttam rajtuk, hogy annyira nyitottan jöttek oda, és ez nagyon nagy áldás volt mindannyiunknak, tehát annyira nyitottan jöttek oda, hogy nagyon bátran fogadták ezeket a szituációkat. Jó, Tamara nyilván elhúzódott, mikor a csirkét lefejezték, mert az egy érzékeny lelkű nőnek azért ott volt azért akkor kellemetlen. Is a forgatáson? Tehát, hogy azért ott volt a háttérben, mert kíváncsi volt, hogy mi történik. A sikolyai nem hallatszottak be. Ádám, te a fiatalokat ismerted a forgatás előtt is, gondolom a forgatás alatt is kapcsolatban voltál velük, és remélhetőleg a forgatás után is rálátsz arra, hogy bennük igazából milyen változást hozott ez a film. Én ahhoz tudok kapcsolódni, amit a Bertalan is már említett, hogy egyszer valaki azt mondta nekem, egy kiváló káplánom, hogy Isten országának építése nagyon-nagyon lassan és nagyon-nagyon apró lépésekkel működik. És ahogy láttam bennük, főleg Zsolában azt a rengeteg kérdést a szerzetes élettel kapcsolatban, ami full irreális volt, tulajdonképpen ez egy ilyen apró lépés volt afelé, hogy a reális képet kapjunk arról, hogy az egyházban élők, hogy a Krisztussal élő emberek ugyanolyan mezei emberek, mint bármelyik más. Viszont egy egészen, hogy is mondjam,
arra egy gondolok, egészen, hogy egészen mondjuk, más dimenzióban tudják az életet tekinteni. Az egy dolog, hogy mondjuk máshogy visszanyúlnak a keresztény egyházszakhoz, vagy egyáltalán a hit kérdéséhez, de mondjuk, hogy akár a hétköznapi életükben hogy látod, hogy tényleg kaptak-e egy olyan, mondjuk úgy, hogy löketet, vagy egy olyan más perspektívát az életre nézve, ami nekik segít mondjuk, hogy könnyebb legyen az életük. Péter, te mennyire látsz bele az utóéletükbe? Én azt tudom az utóéletükről ezzel kapcsolatban, hogy amúgy, tehát szögezzük le, hogy nekünk nem volt az a szándékunk, hogy őket megtérítsük, megváltoztassuk, igen, hogy premontreiek legyenek, akár női oldal, vagy férfi oldal, tehát ez nagyon fontos leszögezni, hogy nekünk nem ez volt a szándékunk, és amúgy volt utókövetés, ha ilyen szakszerűen akarom megfogalmazni, beszélgettem velük erről. Jobban vannak nagyon az életükben, jobban érzik magukat a bőrükben? Igen, az történt egy kicsit, hogy így tártak egy kicsivel nagyobb békességet az életbe. Tudják, hogy most már van nem csak egy anyagi világ, van egy kicsit ilyen transzcendens oldala is a világnak, amit meg lehet ismerni, amivel foglalkoznak emberek, például a szerzetesek és a papok, akikhez lehet segítséget fordulni, és egy nagyon gyakorlatias példája ennek, hogy lett egy közös Facebook csoportjuk a Márton apáttal, a Bertalannal, és ott cserélnek üzenetek. Mi ebben nem vagyunk benne a stáb, úgyhogy ez az ő kis privát csatornájuk, grupjuk. Bertalan, te is egyébként 18 évesen léptél be a rendbe. Igen, igen. És azt mesélted korábban, hogy azért egy más közegből jöttél, tehát hogy nem egy kimondottan vallásos életből csöppentél be a rendi életbe, uh-huh. hanem azért volt ott egy kis változás. Mesélsz egy picit erről? Aha. Hát én azt mondanám, hogy tehát hogy mondjuk a vallásos élet nekem úgy a fiatalságomban soha nem szakadt meg, hanem volt mellette nyilván egy másabb életforma. Tehát, hogy azt nem mondanám, hogy gyökeresen különböző, tehát mit tudom én is ugyanúgy jártam koncertekre. Tehát az jutott eszembe, hogy például itt fölveszik, én is voltam itt még koncerten a rendbelépésem előtt. De akár itt, vagy amikor itt még a műsor előtt beszélgettük, hogy itt az Earth Pardonban elég sokszor megfordultam én is itt szembe, mielőtt beléptem volna a rendbe. De valahogy bennem ez így soha nem volt meg ellentmondásként. Tehát mondjuk nem zárta az ki egymást, hogy én itt voltam mondjuk az Earth Pardonban a koncerten, és aztán vasárnap mondjuk elmentem ugyanúgy a misére, és találkoztam ismerősökkel, barátokkal. Tehát, hogy megvolt ez a fajta közösség. Nem volt párfordulás az életedben, hanem gyakorlatilag úgy tudtál hívő lenni, hogy közben érted a fiatalok szokásos életét? Igen, igen. Tehát azt mondanám, hogy olyan nagyon nagy párfordulást nem tudnék mondani. Olyan élményeket tudnék talán mondani, amikor megéreztem azt, hogy hát hogy a Jóisten az úgy nagyon kapcsolatban van velem, vagy hogy a Jóisten meghívott valamire. Mi most ketten vagyunk, csak nyugodtan mondd el, hogy hiányzik ez a szabad életforma egyébként? Én azt a hasonlatot szoktam mondani, amikor ezt megkérdezik, hogy például egy mondjuk egy 45 éves apukának általában nem szokott hiányozni az, hogy habpartiba járjon. Tehát, hogy én azt érzem, hogy nem jó az a szó, de nem tudok jobbat, hogy úgy picit úgy kinőttem belőle, vagy tehát, hogy úgy nincs bennem egy ilyen hiányérzet, hogy fú, de elmenni bulizni este. Tehát, hogy persze az egy jó volt, meg örülök, hogy volt az életemnek, vagy voltak ilyen élményeim is az életemben, de úgy különösebben nincs olyan nagy hiányérzetem. Jó, akkor koncertre és habpartira már nem jársz, de mi a te kikapcsolódásod? Hol van az intim zónád, amikor te tudsz egy picit úgy kikapcsolni a munkából, vagy hát a szerzetes hivatásból? Ja. Igen, hát ugye katolikus papként is azért az embernek az időrend az elég kötött. Ugye én Csordán plébános is vagyok, tehát azt jelenti, hogy hozzám tartozik, vagy hát egy bizonyos területe Csornának, aminek a lelki dolgaiért végül is én vagyok a felelős. Tehát én vagyok a lelki pásztoruk, vagy a plébánosuk. Ez nem hobbi. ez nem hobbi, nem csak, hogy pont ebből kifolyólag, hát azt mondanám, hogy az emberek a kikapcsolódása az elég rapszodikus tud lenni, tehát hogy meg olyan előre nem annyira tervezhető. Tehát, mint olyan felszabad egy szabad délutánom, szoktam mondani, hogy a szabad időmnek egy jó részét azt alvással szoktam tölteni, mert azért elég sűrű a napi rendem, és azt kiszoktam használni, de például szívesen megyek el akár a környébe biciklizni, zenét hallgatni, vagy akár nem tudom, rendtársakkal megnézünk egy filmet, vagy kiülünk ott a rendháznak a belső udvarába akár egyet sörözni, vagy csak beszélgetni, tehát hogy ez azért elég széles spektrumon mozog, vagy a másik, amit még szívesen csinálok, az inkább nyilván a nyárra jellemző, mondjuk így az utazás, mint olyasmi, tehát hogy, mert ebből mondjuk nekünk akár katolikus papoknak is, de akár premontrei szerzeteseknek különösen is szerencsénk van, mert hála az égnek azért elég sok helyen vannak a világban premontreiek, akikhez tehát tényleg úgy tud az ember menni. Hát akár így is mondhatjuk, inkább ilyen testvéri látogatásnak van. Azt mondod, hogy szigorú a napi rendetek, egyébként ez a filmből valamelyest kiderül, mennyire szigorú, mit csináltok egy átlagos napotokon? Igen, hát amik fix pontok, azok a közös imádságnak a pontjai, illetve a közös étkezések. Tehát reggel
legtöbb este van mindig közös imádság, és aztán meg közös étkezés is, illetve hát a napnak a csúcspontja, talán lehet azt mondani, az a szentmise, az mindig reggel 8 órakor van, és előtte van az a reggeli imádság. Tehát általában 7 órakor kezdődnek nekünk a napjaink egy ilyen közös úgynevezett reggeli dicsérettel, és utána van egy ilyen csöndes ima, amikor csak ott ülünk együtt a kápolnál, hogy mindenki csöndben imádkozik. Tehát ezek azok az imádságnak a pontja, amik tényleg ugye a napnak a gerincét adják. Aztán, hogy a többi részében mi van, az nagyon, nagyon testvérfüggő. Tehát, hogy van, aki tényleg hittanórát megy tartani, van, aki betegeket látogat, van, aki tanítani megy, de van, aki a kertbe dolgozik, van, aki a gazdasági ügyeket intézi. Tehát mindenkinek megvan a maga feladata. Abszolút. Péter, össze tudnád-e foglalni, hogy mi a Shoeshine csapatának a missziója, küldetése? Milyen filmeket szeretnétek csinálni, és mi a célotok ezzel? A Shoeshine missziója az kezdetektől fogva az volt, hogy bebizonyítsuk és megmutassuk azt, hogy a kereszténység nem egy ilyen bigott közeg, hanem hogy egy fiatalok számára ez igenis élhető, működő gyakorlatias vallás. És a Shoeshine ezen belül azt a szeletet kéri ki magának, vagy veszi ki magának, hogy egy olyan progresszív média legyen, amely nem csak úgymond bemutat egyházi eseményeket, hanem lényegében létrehoz. Tartja a tempót a fiatalokkal. Közösséget épít. Igen, tehát gondolsz? Hogy vannak offline alkalmaink is, offline tevékenységünk, akár egy buli, a filmklub beszélgetések, és vannak online dolgaink, mint például a különböző filmek és az ilyen élő közvetítések. Hogy reagál a társadalom, mennyire csatlakoznak rátok fiatalok, mi a tapasztalatotok eddig? Ami hozzánk eljut visszajelzés, tehát hogy ami visszajelzés eljut hozzánk, az nagyon pozitív. Ez nem tudom, hogy a rossz akarók lusták, és nem akarnak kommentbe írni, vagy egyszerűen tényleg nagyon kicsi a százalékuk, de hogy mi nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és azt látjuk, hogy igenis van értelme a munkánknak, van aznak értelme, hogy a média az nem csak bemutatni tud, hanem létre tud hozni szituációkat, amelyek aztán tovább generálódnak új, tehát hogy indikálni tud eseményeket a világban. Ádám, mesélj légy szíves a következő projektetekről, gondolom már valamire készültök, ez a film mikor is került bemutatásra? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert most dolgozunk egy nagyon fontos projekten, egy szerelem projekt fut most. Most már lassan egy éve forgatunk egy filmet, egy lánynevelő intézetben játszódó szituatív dokumentumfilmről van szó. Fiatalkorú elítélteket látogat most már lassan 10 éve egy református lelkész. Ezeknek a lányoknak az életét próbálja egyengetni, illetve közelebb vinni őket az Istenhez. És tulajdonképpen azért izgalmas számunkra ez az anyag, meg azért lesz egy különleges film belőle, mert tulajdonképpen nagyon-nagyon hosszú időn át szeretnénk bemutatni bizonyos lányoknak, elítélt fiatal lányoknak jellemfejlődését, a karakterváltozásait, az ő nagyon nyers és nagyon explicit, tiszta életét. És ez rendkívül izgalmas, mert mi is rendkívül sokat épülünk ezek által, a találkozások által. Ez is egy hasonló film lesz, mint a mostani. Itt is két nagy találkozást szeretnénk bemutatni, amiből aztán talán megint ki tudunk lépni egy kicsit a komfortzónánkból. A film pedig, hogyha minden jól megy, talán ennek az évnek a végén már a kedves nézők előtt lesz. Ugye itt megint csak a fiatalok, egy közösség és a lelki atya találkozása, ha jól értem az alapszituáció, ugye az előző filmben a szerzetesnek általamban is egy ilyen helyzet volt. Az egyház, vagy ti szerzetesek, papok, ebből mit, hogy így mondjam, nyertek, csúnya szóval élve? Mert az oké, hogy ez a két fiatal kapott egy új kaput az életében, lelkileg, de ti, akik ezt a feladatot ellátjátok, és megnyitottátok a kapuitokat, és akár a következő film szereplőire is gondolok, hogy neki lelkileg ez milyen adomány, hogy egyszer csak jön valaki vadidegen, akinek az életének a része lehetek. Talán úgy mondanám, hogy kicsit segít úgy az embernek reflektálni a saját hivatására, hogy mondjuk egy külső szemlélő, aki abszolút nincs otthon ebben a világban, amiben mi élünk, az mit lát ebből. És az azt hiszem, hogy pont azért, mivel egy külső ember, azért mindig sokat tud hozzáadni a saját magunkról való gondolkodáshoz. Hogy most mi az, amit jól csinálom, mi az, ami esetleg egy külső szemlélőnek idegen, vagy nem is érthető, akkor biztos, hogy én jól csinálom-e, vagy biztos, hogy jó-e, ha én így csinálom. Tehát ilyen szempontból mindenképpen gazdagított bennünket is ez a dolog. Illetve a kifelé gazdagodás, én azt hiszem, hogy talán ami
a legnagyobb nyeresége, vagy a legnagyobb hozadéka ennek a filmnek, hogy, hogy aki ezt látja, talán egy picit más egyházképpel áll föl a fotelből, miután megnézte, mint aki nem látta ezt a filmet. Sokan kopogtatnak az ajtótokon azóta, hogy egy pár napra beköltöznének. Olyan nem volt, de viszont utána azért már állítottak meg egy páran, hogy atya, mikor lesz a film bemutatója, láttam a trélert, és nagyon tetszett, úgyhogy mikor lesz. Olyanok, akikről tudom, hogy hát nem nagyon mozognak ebben a világban, mondjuk így. Örülök, hogy itt voltatok, sok sikert a következő munkákhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Ennyi fért a mai Filmklub adásával, köszönöm, hogy velem tartottatok. A Filmklub adásait visszanézhetitek a Petőfi TV YouTube csatornáján. Holnap este a szokott időben én vagyok itt, majd pedig Akusztik, a Roy és Ádám trió koncertjével. Jövő héten pedig a Kövek a Sáncra című filmmel várunk benneteket itt a Filmklubban. Jó éjszakát, sziasztok!